tájékoztatom a kedves közönséget, hogy néhány dolog felkeltette itt hirtelen az érdeklődésemet. Egyrészt Endre elmesélte, hogy ő neki mennyi minden nem tetszett önmagában gyermekkorában. A Somából megtudtam az előbb, hogy így vagy úgy, hogy is mondtad pontosan? Így vagy úgy, de mindenkiben benne van a micsoda, hát a gonosz? Hát így vagy úgy az árnyékén mindenkiből előjön. Ja, hogy elő is jön. Igen, valahogy megjelenik, valahogy kitüremkedik. Van, akinek betegség formájában, van, akinek krízis formájában, van, akinek gonosz vagy sötét tettek formájában, van, akinek átsuhanó gondolatok, irítség, ártás, de az árnyék valahogy megmutatja magát. Jó. És erre mondott az Endre egy nagyon jó idézetet. Füst Milántól Téboly lakik az emberben, és a lélek mélyén van a lakása. Jó, oké, meg vagyok véve, jó? Egyébként meg ez a legaktuálisabb időszak, ahogy elkezdjük tisztítani, ugye, ahogyan a húsvét előtti időszak szakrálisan arról szól, hogy a testet tisztítjuk, hát most meg ugye a lélek tisztulásának az ideje van, és most nem csak a keresztény kultúrára gondolok, hanem minden korban, minden időben, ugye megfigyelték az ősi emberek is a téli napforduló idejét, hogy hoppá, most van a legsötétebb éjszaka, és akkor egyszer csak az átfordul, és így szimbolikusan, mert amint kint úgy ment, amint lent úgy fent. És most jön majd elő a sötétebb. Most, hát tulajdonképpen ilyenkor bizonyítottan a legmagasabb az öngyilkosság, a depresszió, a válások, ugye hétről hétre zuhan ránk a sötétség, a kevés napfény. Te mondtad azt, hogy évente egyszer előtör belőled a depresszió, ugye? Nem mondtam ilyet. Nem mondtál ilyet? Már én nagyon-nagyon régóta nem éreztem sem borút, sem szorongást. De régen volt ilyen? Hát a 20 éveim elején ott idegösszeroppanás is volt, és pszichózis, tehát ott komoly gondok voltak. Most egyszerűen hétköznapi életközépben vagyok benne, 55. éves vagyok, és normálisan ilyenkor meg kell élni a midlife-ot, vagy az életközepet. A koronás téboly, én átestem a koronán, egy olyan 8 nap alatt lement az egész, tehát az első pozitív teszttől a első negatív teszték, az nekem 8 nap volt, és én azt is tudom pontosan, kristálytisztán, hogy mikor engedtem be. Ez egy olyan másfél hónapja volt, jó másfél hónapja, dagályfürdő, ugye akkor még nyitva voltak a fürdők, és én minden héten eljárok úszni egyszer legalább. És a dagályfürdőben mentem be a szaunába, jöttem ki a hideg merülőmedencébe, és konkrétan, ahogy ott abban a hideg 16 fokos vízben ott lebegtem, mondja a belsőnk, itt van a korona. Az első gondolatom az volt, hogy ellenállás. És utána beugrott, hogy hát Gyöngyike, az ellenállás a legnagyobb vonzás. Hát akkor beengedem. És még el is kezdtem magamban dúdolni a Quimbynek a Megadom Magam című számát. Megadom magam! És akkor megadom magam, és hát 2 nap múlva már éreztem is, hogy ilyen izületi fájdalmak a hátamon, amit emlékeztem rá, nagyon régen voltam influenzás, mint tudom, 20 éveimben utoljára, tehát ennek már 30 éve nem szoktam beteg lenni. És éreztem, hogy fáj a hátam, és akkor vettem egy tesztet, és a férjem megcsinálta ezt a orbadugós, nagyon kellemetlen, tényleg még a koponyád is fáj hátul, olyan mélyen lenyomta. És akkor pozitív volt, mondtam, jó. Pont aznap jött az Új Egyensúly oldalamról az egyik szerzőmnek egy üzenete nekem, hogy van egy ilyen spiri csoport, ahol egy Michael nevű becsatornázott entitás üzeneteit továbbítják. A lényege az, hogy nincs tudata a vírusnak, hanem a mi tudatunkra rezonál rá, és ha az egyéni tudatoddal nem töltött föl, akkor a kollektív. A kollektívben pedig hát ugye óriási félelem van. És akkor én azt mondtam, jó, akkor én azzal a tudattal ruházom föl ezt a vírust, ami még nem volt a testemben, hogy belépett egy új anyag, és szkennelje végig a testemet, hogy hol kell, mondjuk úgy, hogy erősíteni, gyógyítani. És volt egy nagyon erős hátfájásom, és oda küldtem, mondom, tessék ott dolgozni a lumbális szakaszon levő fájdalmakon. Amit kértem a vírustól, hogy lassuljak, abban segített. És most egyfajta, és nyilván ebben benne van az életközép, meg ennek az egész koronának a globális jelenléte, hogy egyfajta mondjuk úgy, hogy újra identifikálódásban vagyok, tehát újra meghatározom önmagamat, hogy akkor most akkor ki is vagyok, miért is vagyok itt, mit akarok? Kellett lassulni?
lobogolnod még mindig? Kell, nagyon, nagyon kellett. Amúgy nagyon lobognál, szertelen lenni? Borzasztó pörgés, amit lenyomtam, tehát elképesztő. Tehát én több mint 20 évig úgy éltem, hogy a saját testvéreim, 4 testvérem van, nagyon szeretem őket, hogy a saját testvéreimnek minimum, de minimum 3 hétre előre be kellett jelentkeznie hozzám, hogyha össze akartunk egy tejára futni a városban. És azt mondtam, hogy na, én még egyszer így nem. Köszönöm. Én lerendeztem magam, hogy nekem is van egy elméletem. 3 éve megjöttek az UFO-k. Ott vannak a környéken. Úgy döntöttek, hogy bevizsgálják a világot. Mindenki kapott egy darab koronavírust. Az itt van bennünk. Tavaly évvégén aktiválták. Megtörtént a bevizsgálás. Ezek is tévedhetnek persze, és az ő megítélésük alapján, vagy az ő szoftverjük alapján abban aktiválják halálosra, akinél úgy gondolják, vannak, akiknél nem aktiválják, mert úgy gondolják, hogy helyén való, ha itt marad, majd él velük is együtt, meg vannak olyanok, akikre azt mondják, hogy na jó, kapsz egy kis dádát. És most itt tartunk. Gondolja. Jaj, de gúnyolódós vagy. Ez a messze olyan volt, mint a gúnyolódás. Egy pillanatra én is azt hittem, hogy elhiszem. Nem, én egyből azt vettem, hogy na jó, hát ha Somita a vírusnak tudatot tulajdonít, akkor én meg a UFO mesémmel állok elő. Egyébként egy nagyon huncut kisfiú lehettél, mert én most is látom benne, te az igazi, nagyon, nagyon vásott, nagyon huncut. Én az örök gyerek. Az a helyzet, hogy komolyan mondom, nem fogok itt esküdődni, ezt nem most találtam ki. Amúgy ez a világnak szól. És amennyiben mindannyian a világ részei vagyunk, ez hónapok óta nyomom ezt a rokkot, mert az a helyzet, hogy nekem a családom túlnyomó többsége, sőt, megvan állva még egy spirituális vezetővel is. Nem. Tehát én most a hülyekről beszélek. Téged nem is gondolnálak. Felőlem annak gondolzom, aminek az, ahogy Vörös Sándor írta, hogy ki minek gondol, az vagyok annak. Tájékoztatásul közlöm akkor veled, nincs hozzá senkinek semmi, de a családom, az valami rémes, az öme. És hát ezt nekik találtam ki egyébként. Már milyen értelemben rémes? Hát, amit közveszélyesnek tartok, igen, abban az értelemben rémes, tudod, hogy amúgy lehet gondolni mindenféléket, mondjuk például a vírus terjedésének a lassítása, a csökkentése érdekében. Nem nagyon érdekel egyébként, hogy a hatalom meg adott esetben az egészségügy kormányzat mit csinál, van az embernek egy józan paraszti esze. Ha van vírus, ha nincs. Ha egyébként vannak emberek, akik félnek. De úgy néz ki, hogy azért mégiscsak van vírus. Ha megtehetek az ő lelki nyugalmukért valamit, még ha azt gondolom mondjuk a maszkról, hogy egy baromság, nem gondolom azt különben, akkor azt miért ne tenném meg? Miért kell, és ismerek ilyen közegeket, miért kell sportot űzni abból, hogy esetleg megfélemlített, vagy félő embereket, vagy tartózkodó embereket agresszíven provokálok és lefikálok. Teljesen egyetértek, teljesen, totálisan egyetértek. Tehát tisztelni kell egymást, egymás félelmeivel, érzéseivel, gondolataival, ahogy van. Néhány nagyon érdekes dolog történt azért, még én is megélem azért az utóbbi... Te egyébként sokkal fiatalabb vagy, mint aminek hiszed magad. Folyamatosan azt érzem most már több egy évre először, amikor megkérdeztem, hogy hány éves vagy, és mondtad, hogy 66, mondom, fiatal ember. Folyamatosan lebácsizod magad, pedig te meg egy annyira ilyen... Én így ránézek, nem egy ilyen kis vásod, rossz gyerek, egy ilyen huncsot kis srác, akiben ott van, ott van a pasi erő, hogy ne bácsisítsd magad direkt, ez csak egy javaslat is. Szoktad bácsisítani magad? Mi? Szoktad bácsisítani magad? Helyzet, hogy én elég sokat foglalkozom a korommal, döntően azért, mert igyekszem megfejteni, és így az idő bennem van, hogy mi történik velünk. Ha már azzal kezdjük, hogy mindenkinek megvan a sötét oldala, neked, Sándor, mi? Lustaság sötét például. Oldalam. Lustaság, nem tornázol rendesen, az én férjem volna, biztos, hogy akkor te is csinálnád a kasizó gyakorlatokat. Ha már voltál olyan kedves, és a férj feleség
relációt előrehoztam. Hát egyik sötét oldalam, nem tudok együtt élni senkivel. Ez egy elég sötét. Az mit jelent? Tehát elmarod magad mellő? Nem tudod elfogadni őt olyan, nem amilyen? Hát igen, valószínűleg. Mindenféle ideológiáim vannak erre, de hát most már azért mégiscsak eltelt 66 év, és nem működik. Egyszerűen nem. És akkor egy remete vagy a négy kutyáddal? Hát lényegében igen. Igen. De ez aztán... önként választott sors, vagy teszel ellene, csak valahogy bal végzett. A teszel ellene úgy képzeld el, hogy elhesegeti ott a fehér néped, állandóan környékezik Sándor, ott az Alföldön pecsengetnek, keresgeti, piacon rászólnak, de figyelj. Először is ezzel lehet ezzel jó vicceskedni. Az a helyzet, hogy azért eltaláltad legalábbis egy részét. Ugye velem kapcsolatban mindig volt a... Na, szóval egyébként is felszoktam azt a kérdést tenni, amikor találkozom, meg érintkezésbe kerülök új emberekkel, hogy most jött vagy küldték. Most ugye velem kapcsolatban lehetett olyan illúziója embereknek, még máig lehet, hogy mit tudom, hogy én egy fontos ember vagyok, hogy esetleg van pénzem is. Ez mondjuk azért a kapcsolati kezdeményezéseknek egy körét azért mégiscsak adja. Aztán nem szűkebben véve még talán azt is elhiszem, hogy én is érdekes lehetek, de most a négy kutyára is teszem, hogy a következő tesztelés van, mert a legutolsó kapcsolatom azért részben azon szűnt meg, hogy egyszerűen nem tudott integrálódni az én kutyavilágomban. Oh. És az föl sem merült, hogy esetleg a hölgy javára döntsél a kutyák ellenére? Nem. És... most azon szoktam, hogy mindenkinek elmesélem, hogy milyen dolog négy kutyával együtt élni, és akkor tehát mit tudom én, dumálunk a telefonon, vagy barátkozunk, vagy valami, és akkor azért rendszeresen felhívom figyelmet, hogy amikor a nappaliban nem olyan nagyon kicsi, nem is olyan nagyon nagy az a nappali, de azért, amikor benn van a négy kutya, és mondjuk két hetente öt napig annak lényegében be. Annak nem olyan csak léte, hanem olyan, szaga. Olyan fangszag mondani, hogy annak szaga néha, is van. Néha úgy szoktam mondani, igen, hogy hú, pölcike, milyen büdöset fiattál most. Oda pölcintett a pölcike. És tudod, azért lankasztaja, hogy is hogy van lelkekedni. Meg a szájuk is büdös tud lenni, meg a szőrük, meg az egész. Hát szóval, hogy ott vannak a térben, meg rengeteg port csinál nekem, csak Új-Funlandin van, annak tudod milyen a bundája. Igen. Tehát az elképesztő, jó, mit kell portalanítani, seperni, amit nem behoz. Nem, minden nap takarítani kell, hát ezt mondod. Tehát mondjuk ki. Tehát, hogyha most valaki nem barom, és mondjuk... Minden nap össze kell porszívózni, olyan mennyiségű port hoz be a bundáján. De Sándor, ha ezt tudod, és egy hölgyre, én nagyon úgy veszem észre, hogy azért vágynál. Ilyen tekintetben nem kötsz kompromisszumot a kutyák esetében? Nem. Hát azért nem fogok elmenni most a fiamék után, és nem. Hát egyrészt ugye itt van két beteg kutya, akik egyébként baromi jó állapotban vannak, de nagyon súlyos vesebajuk van. De megéri ezt az áldozatot? Az a helyzet, hogy a Józsi nélkül, a Varga Józsi nélkül, aki a mi állatorvosunk, ezt én nem tudnám végigcsinálni, nem tudnám. Hát megéri ez az emberben, soha nem vetődik fel. Nagy szavakat fogok használni. Rám bízta a Soma főnöke. Rám bízta mindannyiunk őket. Főnöke. Mindannyiunk főnöke. Oké. A Soma főnöke rám bízta. Te hitetlen hát vagy? Lényegében igen. És az kész. Amúgy egyébként meg őrült hálával is tartozom neki. Vagy valahol neki hitetlen. Hát szerintem lelkemén mindenki, hát de ott van a, nem is azt mondom, hogy a hit, hanem egyfajta őstudás arról, hogy van. Na de, Somi, hát amikor azt mondtam, hogy a te főnököd rám bízta, akkor abban volt egy kis vallomás is, nem? Jaj, Sándor. Köszönöm ezt a tiszteletet. De nem, hát ezt komolyan mondom, nem viccelek. Hát igen, egyébként meg igen, hát te egy ilyen olyan pasi vagy, aki így, ha csinál valamit, akkor csinál. Tehát beleállsz a dolgokba. Most bevállaltad a kutyát, mindegy, hogy hozták, kaptad, igen, hogy jutott oda. Beleálltál, akkor ezt tisztessége végigcsinálod. Nem fogod ott hagyni, de valahogy a párkapcsolatokat azt úgy... Hát szerinted elsősorban a kutyákon múlik? Mert az egy sokat mondó nekem, hogy azt mondod, hogy vele nem lehet együtt élni. Tehát ez a kutyákon lehet, hogy túlmutat. Nem, hogy nagyon önvallomásos. Biztos, hogy van ebben. Hát, hogy a fenében. Nézd, miután annak idején
A Koncz Katinak ajándékoztam 16-tól 19 éves koromig a legszebb három férfi évemet, és addig jutottam csak, hogy megfogtam egyszer a kedvét. 16-tól 19-ig beszélte férfi évről. Na de hát mi? Az még csak egy férfi lehetőség. Hát mire, milyen férfi évről? Hát 28 év alatt gyerek még egy ember. Tehát nem, nincs 28 év figyelj, alatt felnőtt. Figyelj, édesom, voltál te már pasi? Ebben az életemben, vagy az előző életemben? Azt hagyjuk, az egy másik kérdés, hogy vagy voltam így van, vagy... Voltam csajjal, igen. Ne! Hogy kérdezed, hogy eleve férfi, eleve férfi nevem van. Arra akartam felhívni a figyelmet, hogy nyugodtan lehet véleményed erről az élethelyzetről, meg erről a korról, de miután még nem voltál pasi, és már nem is leszel. Én nem voltam nő, és már nem is leszek. Azért csak autentikus a forrás vagyok annak megítélésében, azért, hogy azért, egy 16 és 19 az még nem férfi. Mi? Azért, mert erekció van, az még nem férfi. No, de most miért nem hagyjuk, nem mondjam, hogy arról mert, beszéljünk? Azért, mert neked az, a korral kapcsolatban van egy ilyen identitászavarod. Egyrészt 66 évesen úgy csinálsz, mint hogy 80 éves trotty lennél, egy bácsi. Hozzáfűzöm, vannak 80 évesek, például a Szipál Marci barátom, aki 92 volt, amikor meghalt, és 80 évesen ilyen férfi volt, aki 5 iskolában tanított egyszerre, és elképesztően gazdag szociális élete volt. Tehát 66 évesen már úgy csinálsz, mint ha nem tudom, ilyen bácsika lennél, 16 éves korodra meg rámondod, hogy férfi voltál. Jó. Akkor te tulajdonképpen jó, oké, ha a te rendszeredben gondolkodom, 16 évesen te már férfi voltál, akkor tényleg 66 évesen, így 50 év után már elpillethetsz. A százszónak is egy vége, ugye, mindegy. Hát azért minden esetben nagyon szerelmes voltam a pocsékba. Pocsékba, akkor te még tulajdonképpen nem vagy túl a gyászmunkán. Te annyira beleragadtál a veszteség élményedbe, hogy inkább lezártad az utána jövő 50 évedet, és izoláltad magad, és beburkoltad a gyermekkori fájdalmaidat. Az a helyzet, hogy egyébként azt hiszem, erre vénségemre rájöttem, hogy ez így van, ahogy te mondod. Azzal együtt, hogy nem voltam teljesen elmebeteg. Meg kell majd magadnak bocsátani. Most már... Nem. Minden esetre azért annyira nem, hogy azért a négy gyerekem világra jött, hála az égnek, tehát annyira nem voltam elmebeteg. De ez valószínűleg valami itt van a titok elásva a különben. Én is így gondolom, de hát ez érdektelen. Nem annyira érdektelen, te egy ilyen kudarc élménynek gondolod azt a három évet, 16 és 19 között, mert hogy viszonzatlan volt? Nem a kudarc az érdekes, hanem az az érdekes, hogy nem, igen, ez így megmarad bennem. Nem a kudarc az érdekesebben, hanem valami élekrészed ott leszakadt, valamit ott elveszített. Megakadt a lemez. A csaj tudta, hogy te ennyire megakadt. Oda vagy érte? Szerintem az egyik nagy hiba az volt, hogy tudta, mert én egészen összementem, tehát ez nem férfi, kamasz szerelem volt, hát minden reggel ott álltam a Pozsonyi út 42 előtt, minden áldott reggel 3 éven keresztül virággal vártam 6 óra 45 perckor, hogy a 15-ös villamoson, elkísérjem a Váci útra a Róbert Károly körút, vagy a túró, igen, az Árpád hídig, mert ott volt a közgazdasági szakközépiskola. Én ott beragadtam. És utána ti sose tisztáztátok, hát eltelt egy csomó év. Beléptem miatta a pártba. Miatta léptél be a pártba? Na, én a miattában nem hiszek. És ez csak most azért meséltem el egyébként, mert édes volt, mert fölvették az egyetemre, és abban a pillanatban kilépett, és eltűnt a világból, és Amerikában kötött ki, de aztán állítólag most már itthon van. Na mindegy. De miért nem keresed meg? De mit csináljak vele? A pletykák szerint az egyik leghülyébb osztálytársammal bútorozott össze legutoljára, mit keresek rajta? Hát most ezzel nem tudok... Hát dehogy is, nem. Csak hát az ember elgondolkodik magán is, meg a világon is. És szoktam rá gondolni. Meg... De nem lehet, hogy te már nevetsz szemtelenségnek, hogy voltak éppen gyáva voltál te akkor? Tehát magadban lerendezted, voltam, és nem. Úgy Isten igazából ez olyan élhetetlenségnek tűnt a lány szemében, nem? De lehet. Én úgy kívülről hogyha elképzelem magam, hogy milyen lehetett kívülről, hát én is valószínűleg elszaladtam volna. Bár mondom, nem voltam még lány, és talán nem is leszek, hogy ez valószínűleg rémisztően viselkedtem. Annyira oda voltam érte, hogy ez sok volt valószínűleg. Hát az utánam lévő Palia,
Hát a férfinak nem elképesztő, hogy tulajdonképpen most már percek óta. Ó, erről beszélünk, hogy 50 évvel ezelőtti eseményről beszélünk, tehát ennyire beragadt a tű. És valójában azért beszélünk róla, mert egyébként még egyszer hangsúlyozom, ez az egész adventi időszak hozza, nyomja elő, amik oda beragadtak. Mert az a helyzet, hogy mi már, akik túl vagyunk az életközépen, készülni kell arra, hogy bármikor elmehetünk, amit itt, ebben a dimenzióban nem tisztázunk és nem bányászunk elő, érzem, sőt, tovább megyek, zsigerileg érzem, hogy ott a Káron Ladikján úgy tartják, ugye 40 napig visz át a másik oldalra, vagy egy másik szintre, mert a halálnak is én úgy képzelem el, hogy szintjei vannak, míg visszajutunk a forráshoz, ahonnan a lelkünk lejött, és aztán újra be az anyagba, tehát ez, itt szinteket megyünk. Tehát ott akkor fog előjönni, amit most nem bányászunk ki. Tehát, hogy senki nem fog elmenekülni azelől, hogy a lelke bugyraitban levő mindenfélét ki. Azt gondolom, hogy 60-valahány éves korban azért az ember minimum fölteszi magának azt a kérdést, hogy na mit végeztem, jól tettem-e, vagy nem tettem, és ami még maradék életem van, abban mit kell tennem, mit szabad tennem, mit helyén való, ha teszek. És mire jutsz, amikor erre gondolsz? Neked például mi ilyen értelemben a sors feladatod, vagy a prestanciád? Általában véve is. Hát én... Hát van egy, amit nem, egyelőre nem teljesítek, egyrészt azért, mert egy töketlen fasz vagyok. Meg kéne írnom a fiamnak. Mondom, én a lustaságot, én nem csak arra gondoltam, tudom, hogy nem tornázol. Én elengedtem a fülem mellett. Nem véletlenül. De utána te is mondhatod az én árnyékomat, meg az Endre is. Hát majd, ha észreveszem, szólok, de hát most mit csináljuk? Amúgy meg van egy, mert úgy különben nyilván én is egy magamutogató fickó vagyok. Minden esetre ezek a modern eszközökkel, meg ami még maradt, el kell mondani mindent, amit gondolok, közre kell adni, amit gondolok. Nekem csak az a baj a memoárommal, hogy az ember életében nem szabad, nem memoárt akarok, egy szintézis szeretnék a fejembe, rendet szeretnék rakni a fejembe arról, ami történt velünk. Azt, mint egy palackpostát kitenni bedobni az óceánba. Erről ez kötelesség. Abszolút. Erről az jut eszembe, hogy említettem az előbb öreg Szipár Marci barátomat, aki 92 évesen halt meg, és az utolsó 10-15 évében két mantrája volt, amit a legtöbbször is, szinte minden találkozáskor elmondott: Somám, adj át minden tudást és tapasztalást, amit megszereztél. Át kell adni minden tudást, tapasztalást, amit megszereztünk, ez volt az egyik. A másik, hogy Somám, rájöttem, nincs szabad akarat. Mindig ezt mondogatta az öreg, hogy ennyire be vagyunk kötve, hogy ennyire determináltak mi, vagyunk. Mi determinál ennyire minket? Te egyetértesz ezzel? Hát a legnagyobb isteni ajándék a szabad akarat. Tehát ha nem lenne szabad akarat, és tényleg minden be lenne kötve, akkor ez egy nagyon nyomorúságos játéktér lenne. Igen, akkor igen. Pont a játéktér, a játszás hiányozna, amire Hanvas Béla azt írta, hogy nem a cél, az ok, az értelem a legfőbb, hanem a játszás, játszani. Neked mióta evidens az, hogy a te sors feladatod, például nem az éneklés, hanem az, amit most csinálsz? Egyfajta tanítói, egyfajta szemet felnyitó tevékenység. Nekem ez egy több éves gyászmunka volt, még erre ráébredtem, és külső megerősítésekhez is folyamodtam. Értem ez alatt, hogy elmentem olyan komoly asztrológusokhoz, többhöz is, akik a bepontosított képletemet nézték. Elmentem Mexikóban numerológus sámához, pálmalevelemet többször lekértem, mert úgy voltam vele, hogy egy mond valamit, az vagy igaz, vagy nem. Tehát eléggé sok helyről jött mindenhonnan, és tényleg mindenhonnan. Tehát amikor egy mexikói ember a nevedet elemezve jut el ugyanoda, aki nemhogy azt nem tudja, hogy én ki vagyok, de még azt se tudta, hogy Magyarország a térképen van. De mire jutott? Tehát veled kapcsolatban milyen új felismerésekig vezetett? Spirituális tanító, gyógyító, szolgálat, és hogy alapvetően szolgálat. Tehát én nem a saját individuális vágyaimat kell feltétlenül megvalósítanom, hanem azokat a sugallat alapján érkezett feladatokat, amiknek igenis van olyan része, amit én úgy hívok, hogy a bennem élő klárikát kell aktiválni, tehát a titkárnőt, akinek Excel táblázatok, drive-ok, Trello-ba feltöltve, amit hozzáfűzöm,
Nem szeretek, sőt, rohadtul utálok, mert száraz. Csak te nem vagy lusta. Csak én nem vagyok lusta. Nekem az egyik legékesebb tulajdonságom a szorgalom. Már-már szinte néha görcsösen erős kötelességtudattal, tehát én az éjszaka közepén is felkelek, hogyha valamit megígértem. És... De ez valami bizonyítási vágy, nem? Ez még mindig egy ilyen bizonyítási vágynak a maradéka. Meg most már úgy vagyok vele, hogy rájöttem, hogy akkor tudok magamnak igazi szabad, tényleg ez a szabad játékteret adni, amikor tudom, hogy megcsináltam, amit muszáj. Mert addig úgy is ott fog zsizsegni. És most már hagyok nagyobb tereket most, hogy lassulok a játszásra, mit tudom, egy sámándobon gyakorlok, kis voicepademmel, hangommal kísérletezgetek, de már nem azért, mert én énekesnő szeretnék lenni, vagy nem tudom, bármilyen illúzióm van, hanem azért, mert szeretem ezt a játékot. Visszatérve kérdésedre, körülbelül a 40-es éveim közepén, tehát egy olyan 10 éve kezdtem el elfogadni azt, hogy hiába akartam színésznő lenni, és tanultam meg 200 verset 18 éves koromig, és végeztem el a jazzkonzit, és tartottak egy jó torkú énekesnőnek, és volt sok zenekarom, tehát hiába minden törekvés, ez a sorsod, ez elől nem menekülsz, és itt visszakötök a Marcióshoz, hogy igen, alapvetően van egy sorsfeladat, valamiért lejöttem abból a forrásból, és az, hogy én a nem tudom, bizonyítani akaró egykori Gyöngyike, aki az anyja megvalósítatlan színésznői sorsának lett egyfajta meghosszabbítása, és az apukája figyelmét nem eléggé megkapott sérült kislány, hogy azt hogy raktam le, és akkor már az identitást váltáshoz visszakanyarodtunk, és jutottam el oda, hogy nem az vagy, akinek hitted magad. De ez egy borzasztó, nehéz felismerés. Ez egy, mondom még egyszer, sok éves gyászmunka. Meggyászolni azt a, nem is csak a elúszott vágyakat vagy terveket, hanem a hozzá kötött én képeket. De közben meg azt érzem, hogy ez meg sokkal nagyobb szabadságot ad, amiben most vagyok. Tehát sokkal szabadabbnak érzem, hogy engedi az ember. Hát először is beazonosítom. Hát amíg nem azonosítom be, addig ezzel nem tudok mit csinálni. Ami nekem nagyon sokat segít abban, hogy mondjuk úgy, hogy magamhoz közelebb kerüljek, mert elképesztő a magyar nyelv szakralitása, tehát nap mint nap lenyűgöz, az, hogy először is tudatosítom, hogy valójában miből állunk mi emberek. Tehát ez, és most megint Vörös Sándorhoz nyúlok vissza, hogy alattad a föld, feletted az ég, benned a létra. Tehát minden gondolkodó tudja ma már, hogy három dolog kell egy gyermek megszületéséhez. Petese, egy spermium, lélek. Tehát ha elég lenne a petese, egy spermium, akkor minden lombikban lenne egy baba. Ehhez képest töredékében egész kevés százalékban lesz, mert a lelket az ősi kultúrákban is behívták, tehát volt lélek behívó szertartás, tudták, hogy ott van lélek komponens is. És most már hát egy 11-12 évet csinálom ezt a meditációt. Nyáróta, nyáron volt, hogy heteken át minden nap, de most hetente minimum egyszer. De van, hogy többször is, egy tengely gyakorlat, nyilván lehúnyom a szemem, most már nagyon gyorsan tudok kapcsolódni, és elindítok a gát, gyökércsakrából, le a föld közepe fele egy vörös izzó fonalat. Olyan terességben látok magamra, hogy én ki is vagyok, ami segít kiszabadulni az egónak az illúzióiból, hogy nem tudom, nekem énekesnőnek, vagy színésznőnek, vagy minek kellett volna lenni, vagy minek hiszem magam. És ugye ennek az egésznek a középpontja, és megint a magyar nyelv éppen egy épp pontja, az pont itt van a szívcsakra, vagy középső tantien, attól függ, hogy milyen rendszerben nevezem meg, mert itt van a lényeg, tehát, hogy addig jövünk le újra és újra, amíg el nem jutunk az önmagunk 100%-os feltétel nélküli szeretetéig, ez maga a megvilágosodás, mert akkor tudsz egységélménybe kerülni mindennel és mindenkivel, és ennek tükrében nézem magam, hogy hol tartok én most a szeretetben és az elfogadni tudásban. Tudod, mi jutott eszembe, hogy említettél számtalan válasz lehetőséget, hogy elmentél Mexikóba, ezek jó rész spirituális gyakorlatok, vagy reakciók, hogy nem lehet erre nagyon rácsúszni, hogy az ember egymás után folyamatosan ezeket űzi és válaszokat keres. Nem tud ez egy pici drog lenni? Biztos, hogy ez egy nagyon jó drog, ahogy a meditáció is egy nagyon jó drog, mert igen? Olyan módosult tudatállapotba kerülsz,
hogy úgy kell magam néha összekanalazni és visszalélegezni magam a testembe, mert nincs én határ és szétfolysz, és az hihetetlen jó érzés, mert nincs gond olat. Nincs gond, nincs gondolat. Nincs gondolat, nincs gond. Iszonyú jó. De azért én nem egy ilyen, mondjuk úgy, hogy nem elszállt spiri vagyok, hanem azért hozom le az anyagba a dolgokat. Tehát én a tettek mezejét tartom itt az emberi játéktérben a legfontosabbnak, hiszen most itt vagyok ebben az emberi testben. Mit tudok ezzel a tudással a 3D-ben kezdeni? Tehát én nem az elméletek embere vagyok, tehát amiket csináltam, megcsinálok, akár legyen az, hogy 600 nővel dolgoztam, akár az, hogy egyéniben figyelem azt, hogy milyen hatással vagyok a emberekre, hogyan tudok segíteni nekik, akár csoportokban, akár a új egyensúly oldalamon, a segítek egy családot oldalamon. Tehát nagyon sok tett, feladat, csinálni, e-mailekre válaszolni, Excelekbe rakni, álfa, pifa, könyvelő, tehát itt csinálni hozzá fizikai szinten a dolgokat. Tehát, hogy nekem az a drog segíte ebben, hogy igen, szeretek a spiritualitás által akár mondjuk úgy, hogy egységélményben elszállni, vagy válaszokat kapni, hát akkor váljon egészségemre. Vannak ennél sokkal rosszabb drogok is. Sőt. Ezt a drogot én csak ajánlani tudom. Ugye arra fölkaptad a fejet, hogy ha nincs gondolat, akkor nincs gond. Igen, egyrészt azért én abszolút mint, ha úgy tűzik, nem hívő, meg egyébként nagyon sokan vannak mostanság, és a családomban is, akik egyébként ezt az utat járják, amit a Soma. Én részben megerősítőleg akartam mondani, mert egy darabig, még a 2 évvel ezelőtti lábműtétem, még én is jogáztam meg, állítom, hogy mindenélkül is a csakra meditáció, a meditáció maga, a meditációhoz, ehhez a lélekállapotig, amit a Soba elmondott, el lehet jutni. Enélkül is, meditációban, tehát meditációról beszélek, tehát a magamfajtának üzenem, hogy bizony elképesztő élmény. És ebben az a... csápoltam, hogy ugye a gondolattalanság, de nem jó kifejezés ez. Egy olyan megfűlik az ember önmagában, vagy megtisztul, vagy nem tudom, mindegy, szóval tök mindegy, hogy miért, meg hogyan, meg milyen úton, vagy milyen úton nem, bár azért meditálni olyan túl sokféleképpen lehet, de azért mégse túl végtelen annak a száma. Végtelen, drága Sándor. Jó, hát a végtelen úgy mondom, hogy az nem úgy működik, hogy most valaki, most hallgat engem, és azért azt hihette volna, hogy levágom magam a földre, és akkor meditálok. Nem, akkor csak elaludtál, bazd meg. De csak erre így értettem, hogy arra azért rá kell készülni, vagy valahogy nekik... Osó, tudod, mit mondott? Például azt mondja, hogy olyannyira minden meditáció, hogy akár a dohányzás is lehet meditáció. Hiszen ha egész lényeddel csinálod az egészet, megfigyeled, hogy a mutató és a középső ujjad melyik részére helyezed a szűrőt, amikor beleszívsz, akkor végigviszed azt, hogy orröreg, arcüreg, tüdő, csúcs, tüdő, középső részt, nem, teljes tüdőig leszívom, bent tartom. Ugye most hallod, amit mondasz, ugye? Ez már ugye, maga a meditáció. Nem, csak mondom, ugye akkor hallod, amit mondasz. Tehát, hogy azért valahogy neki kell látni. Ezt akartam mondani, tehát nem egyszerűen egy hanyat vágod. Egy döntés, egy majd utána most mondtad. Azt mondom, behozom magam a jelenbe. Igen, ennyi. Elmondtad, hogy az ujjad, meg a izé, meg ennyi. A túl, tehát igen. Ennyi is lehet így, szeretkezni is lehet így. Most képzeld el magad abban a helyzetben, hogy teljesen kívül áll esetleg a hallgató, mert elég sokan fogják hallgatni, megnézni. Nem mindenki sajnos. Kívül van azon, amit te vagy, meg én. Én most azoknak mondom csak, hogy az nem elegendő, hogy hanyat vágom magam, hanem akkor vegyél kezedbe egy cigarettát, és csináld, amit a Soma mondott, de ez egy algoritmus mégis.
Nincs meg? Hát de azt, most mondtad el, több elemét elmondtad. Hát jó, algoritmusnak is nevezhetjük, de valójában azt annak is nevezhetjük, hogy tudatos figyelem. Jó. Neked nem volt konfliktusmentes a viszonyod az édesapáddal, ugye? Hát szerencsére nem volt igazából viszonyunk. Szerencsére? Hát nem, mert a nagyanyámnál nőttem fel, aki... Ha nem ott van a gyerekkorom, és nem pusztál a gyerekkorom miatt, az egy paradicsomi világ volt, hát a fele tudja. Tehát valószínűleg lettek volna sátánisztikus hajlamaim. Nem voltunk jóban, egyrészt nem ismertem őket, időnként megjelentek. Ő már elment? Időnként megjelentek Cegléden, szegény anyámmal, aki egy nagy kussolós volt. Tehát a zsarnok és a mártír? Nem volt az. Hát már, egyébként mártír volt, igen, az anyám. Na mindegy, tehát először is nem volt kapcsolatunk. Néha láttam őket, jöttek disznóvágáskor. Volt egy nagy orosz gyerekfürdető kád, acél, erős, csúlya, két füllel. Azt elvitték a fél disznót. Mert én annyit érdékeltem az anyámból meg az apámból. Hány éves korodig? Hát ez 7 éves koromig, és aztán felkerültem Pestre, mert ugye nekik nem volt lakásuk, ők egy pincébe laktak, ugye a klasszikus képlet, ugye a vidéki lány, a vidéki fiú, a buszsofőr, a villamosvezető, és akkor lettem én, és akkor hát a pincében karácsonykor apám mondjuk nagyon lelkes volt, és akkor novemberben volt, decemberben karácsony, ugye októberben születtem, vatta a karácsony fenn. Vatta meggyulladt. És akkor úgy döntöttek, hogy az a gyereket egyelőre biztonságban helyezzük. Hát ez egy pince volt, egy darab pincehelyiség volt. És akkor leragadtam a nagyanyámnál, aki meg boldog, mert végre fölnevelhetett a gyereket, mert ő cseléd volt, és ugye négy gyereke volt, de hát a cselédek nem tartották maguknál a gyerekeket, úgyhogy szanaszélye volt. Én voltam első gyereke, ha úgy tetszik, úgy élhette meg. Te voltak éppen jobban is kötöttél a nagymamáthoz? Abszolút, abszolút. És hát figyeled a filmintázatokat? Tehát négy gyermeke lett, kiglepültek a gyerekek, négy kutyája van, a nagymamájának négy testvére volt, a szülők ugye nem élettek harmóniában, mert hogy nem, egy zsarnok és egy mártérnak a játszmája az soha nem eredményezhet harmóniát, hozzáfűzöm, tudat alatt mindkettő szenvedésfüggő, úgyhogy meg is érdemelték egymást, már bocsánat. Nem! Ezt, nem az úgy, anyám nem! Hát ha benne nem. maradunk egy te figyelj ide, te olyan baromi okos vagy most itt 2020-ban. Ami minket aláz és bántalmaz, és benne maradok, és szülök még beégedjet, és még, akkor ahhoz azért én is kellek. És a ma, figyelj ide, gondolod, hogy nem volt az anyádnak valahol választási lehetősége? Én mondjuk gondoltam, mert ugye amikor szegény apám teátrálisan elvitt hozzá, hogy és akkor fölmutatom az anyádat, mint csalót, mert hogy megcsalt, meg akart, hogyha egyszer szegény, és mentem neki, és akkor anyám rémületében fölmászott a cseresznye fára, és utána vásztam, és mondtam neki, hogy Mutter, most összecsomagolunk, és húrunk innen a p***ába. És mit reagált? És nem jött. És nem jött. Hát akkor mégiscsak. Na jó, de figyelj, Soma, 1982-t. Ez egy másik generáció, másik... 82 másik generáció, de már nem a középkorban vagyunk, 82-ben már váltak el. Tucatjával emberek. Falun is. Akkor most a következőt tudom neked mondani. Ez 84-ben vált el az anyám. 84-ben jó, jut eszembe. Jó. Még csak megítélni se a te kompetenciád. Nem kívánom, csak igazad mondanom, van, és elnézést is kérek, emiatt megkövetem magam, és elnézésedet kérem, igazad van, ezt magamban kellett volna tartani. Minden esetre, nem, mivel te magad azt mondtad, hogy most igen, az életed igen. azon szakaszában hát vagy, hogy szeretsz persze. szembenézni, meg analizálni. Igen, nem, az rendben van. Csak az igazság, hogy öregek között nőttem föl. Én ültem a konyhaasztalat, Mariska néninél, vagy Bözsi néninél, vagy akárkinél, ott voltak az öregek, és elmesélték az első világháborút, a második világháborút, az oroszokat, az 56-okat. Az oroszokat azért emlegetem különben, mert akkor a Mariska nénitől tanultam egy hallatlan bölcsességet, és ez megragadt, bocsánatot kérek, úgy bennem, amikor
és akkor eljutottunk a frontélményekig, jött a izé, és a nagyapám volt a, és ezek a piszkos ruszkik. Ölgyebb Özsike, mikor lerángattak a vonatról, és akkor mit csináltak veled? És a Özsike megállt, csíptőjére tette a kezét, azt a, ismerted ezeket az otthonkákat, amik volt rajtuk, meg az a kis kötény. Igen, igen. És azt mondja, Sógor! És te mit csináltál Donkanyarnál? Ezt sose felejtem el. Értem. Örök emlék. Hát ezek erős emlékek. Azt mondja, ki hívott téged oda? Csak még egy mondat, Sándor, hogy ha visszapörgethetnéd az időkerekét valamennyiest, máshogy reagálnál, viszonyulnál apukádhoz? Figyelj, de én, amióta meghaltak, én rengeteget beszéltem a szüleivel. Hát valószínűleg igen, és hogy biztos. Hát különösképpen, hát mondjuk a 18, addig, amíg el nem költöztem, tehát amíg együtt laktunk, úgymond, bár igazából sose laktunk, köztem, örökké szökésben voltam, addig nem változtatnék semmit. Mondjuk 20 éves korom utáni időszakra vonatkozóan, igen, valószínűleg sokkal megértőbb és együttérzőbb lettem volna vele, vagy kellene, vagy kellett volna, de hát azért a maga módján, mert ennek csak az oka végül is, hogy a koszon kívül ragadt még rajta rám valamit az elmúlt évtizedekben. Azt ennyi, de nagyon sok volt a harag bennem, én nagyon nem szerettem, hogy az anyámmal bánt, meg azt sem szerettem, hogy a hugommal bánt. De ma már talán megértem, hogy mik voltak azok a dolgok, amik úgy történelmi, meg politikai okokból is, meg egész életében, velem töltött életében, a lakás minden sarkából szólt a Szabad Európa Rádió, és üvöltözött a kommunistákkal. Hát ettől meg nekem, tehát hogyha otthon volt. Milyen gyönyörű, hogy azt mondtad, hogy megértem. És megint visszacsatolok a szakrális magyar nyelvhez, hogy megértél megértsed, igen. Hogy érted való. Igen. Szóval ez ha jól sejtem, hogy például az, hogy a Szabad Európa szólt mindig nálatok, volt is egy ellentartás benned, hogy akkor neked a másik oldalon kellene helyet foglalni politikailag? A szegény apám, amikor 1994-ben megértük a választásokat, de... Érdekes volt, a választások előtt mondta nekem, hogy akkor látta, hogy mit műveltem meg egyáltalán, és akkor ezt csak odaállt elém, és mondta, hogy anyád és én úgy döntöttünk, hogy most rátok szavazunk, fater. Anya és te? Te és az anyám, nem? De tényleg? Rábíztál egy döntést az anyámra? Na, 95-ben halt meg az anyukám. És akkor jött, és akkor te azt mondd már nekem, hogy te mit keresel ezek között? Hát mondom, ha te pártitkár lettél volna, akkor valószínűleg nem itt lennék. És ezt komolyan is mondtam, nem csak viccből. És ő erre mit mondott? Azzal együtt egyébként, hogy ez baromság, mert... Tehát ezzel azt akarod mondani, hogy akkor még mindig az apukád ellen lázadó állapotot is kellett ahhoz, hogy... Is kellett, persze. De annyi történt, hogy mit tudom én, tudatosult, és mondjuk rendkívül igyekeztem, remélem, hogy sikerült sok tapasztalatot levonni abból, ami köztünk történt, annak érdekében, hogy ez ne történjen meg az én gyerekeim és köztem. És hát, nem történt meg. És hát nagyon úgy néz ki, én nagyon-nagyon jó baráti viszonyban vagyok a középső lányommal, aki ugye most a világhírű Pesti Televízió egyik arca, szerencsére elmebeteg dolgokat nem mond, még idáig nem mondott. A lányom az azt az utat járja, a nagy lányom, a legnagyobb lányom, amit a Soma. A legkisebb gyerekem, lányom, aki talán két könyvet olvasott az életében a tankönyvein kívül, most egyébként közéleti politikai promóciókat írogat, annélkül fingja lenne arról, hogy mit csinál, de van zseniális, hogy nem erőltet. Mert nagyon sokat tanultam az apám és a köztünk lévő viszonyban. Mondjuk az egyik legfontosabb dolog az, hogy nekem Brandi Jánu bácsi egyszer azt mondta, amikor elcsábított vízabdát, és nem mentem, és akkor azt mondta, hogy kisfiam, legalább annyi eszed ugye lesz, ha neki mész a falnak, megfordulsz. Például azt megtanultam, hogy hagyom neki menni a gyerekeimet a falnak. Jó, hát be fogom kapni, de hagyom.
Hát ez nem könnyű dolog, nem könnyű dolog. Ez nekem csak két gyerekem van, fiam, lányom, de nem egyszerű dolog hagyni elmenni. Ugye? Nem. De nem lehet erőszakot tenni, ezt nagyon megtanultam. Tehát én az Emiliával baromi, tehát néha bennem van, mert az apám vére is vagyok, tehát érted, hogy ráborítom az azt, és te hülye vagy? Ha így most hagynám az apámat kitörni magamból, hát lehet, hogy agyon is csapnám. Most arról a lányról beszélsz, aki a Pesti TV-n. Uh-huh. Uh-huh. De nem, mert az életnek nem erről szabad, nem csak, hogy nem szabad erről szólnia, hanem egyáltalán. Tehát, nem is mindenkinek... beszéltek ti erről? Persze, sokat. Már miről? Hát erről politikai... Hogyne. És az békésen zajlik? Abszolút. Vagy... Békésen. Abszolút. Abszolút. Semmi jóra nem vezet. Semmi jóra nem vezet, és nincs köze. Láthatja ő így a világot, érezheti így, látom, hogy okos, mint a nap, meg egyáltalán. Meg fogja járni a maga útját. Hagynom kell, hogy végigmenjen a saját útján, és végig gondolja mindent, ami szembe jön vele. Azt is nyilván, tehát nyilván abból arra is reagál, hogy megéli, amit én mondok neki, meg én csinálok. Persze gondolom. Hát meg van már az az életkor a gyerekeknél, amikor... nem is korrekt elkezdeni beleszólni, meg megmondani azt. Jó, de hát ez nem most kezdődött, hogy járt azért egy 23 éves a középső lányom, a politikai út, vagy a világnézeti eltávolodás az nem most kezdődött, és nagyon fiatalon, nagyon élénken érdeklődött. Na mindegy, szóval nem, nincs balhé, mert dehogy Isten ülj. Soma, megragadt egy mondat, azt mondtad, hogy a te szüleid 84-ben elváltak. Uh-huh. Igen. Ilyesmi házasságot képzelünk? Tehát az se volt konfliktusmentes, ha jól sejtem. Számomra annyira érdekes, hogy ennyi időt töltünk a múlttal, uh-huh. És bennem feljött egy érzés, amikor a gyerekedről meséltél, hogy két könyvet olvasott el, hogy vajon örülnének-e ők, hogyha ezt hallanák, és most bennem is felmerül, nekem élnek a szüleim, hál' Istennek 80-hoz közeledik mind a kettő, hogy vajon mennyire örülnének annak, hogy én kiadom őket, ha már az előbb elkövettem azt a hibát, mert hogy hál' Istennek van önreflexióm, igen, analizálom magam, hogy másokat megítéltem, nem szeretném most legalább a saját szüleimet, de hát nyilván, hogy oka van, amikor a 80-as években, amikor kis helyen, hulajdonáson nőttem föl, elválik két ember. Valójában csak annyit akartam mondani, hogy én eljutottam az életemben már jó ideje arra a pontra, az első könyvem már 16 éve arról szólt, az volt a cím, hogy ébresztő, hogy bizonyos szempontból kétféle ember van, vagy mondjuk úgy, hogy a harmadik a kettő között levő, az alvó, a felébredt, és mondjuk a kettő közé teszem az ébredezőt, mert az egy hosszú fázis ébredezni, de a legnagyobb különbség számomra az alvó és a felébredt között a miatta tévhite. Tehát az alvó ember, aki elhiszi azt, hogy miatta lett ilyen az életem, és miatta, mert az a kor nem engedte meg, mert a nyomorult gyerekkorom, mert a zsarnok férjem, vagy az ilyen apám, vagy a főnököm, vagy tehát valaki miatt. Mindig a körülmények. És rá kellett, hogy ébredjek, nincs miatta. Oké, mindannyian beleszületünk valamibe, mindannyian sérültek vagyunk, erről szól az emberi élet. Erről szól, hogy mindenkinek megvan a maga sztória, a maga sérülése, oké, engem egy ember története igazából onnan érdekel, hogy oké, ez van, mit tudtál kezdeni ezzel, mire tudtad ezt használni? Mert én tényleg hiszek abban, hogy ha én megértem arra, hogy megértsem, akkor minden értem valóvá válik. Az az igazság, hogy én egyáltalán nem félek, vagy illetve inkább megosztanám azt a tapasztalatot. Minden esetre te most már sokat beszéltél lelőleg. Ting, ting. Előre? Lelőleg. Ting. Hogy én beszéltem sokat? Igen. Hát te soha, ide figyelj, nálunk állandó vita mindenféle ízében, hogy előadjak, én beszéltem sokat. Hát te sem beszéltél keveset, de most miért baj? Nem, csak arra fölmondtam, hogy most igazságosan elosztjuk, hogy még annyit akarok válaszolni a kérdésedre, hogy mégsem futamodjak meg teljesen, hogy végül is a szüleim háborúja, mert én úgy neveztem, hogy háborúja nélkül én nem is lehettem volna gyógyító, tehát... vagy lelkekkel foglalkozni tudót, és akkor nyilván nem lett volna 20 éveim elején egy teljes idegösszeroppanás, pszichotikus állapotig lemenve, tehát amikor már hallucinálsz, annyira összeroppan benned valami,
és akkor nem akartam volna kutatni ezt a sok önmagamon segítő módszert, aminek igen, a függője voltam sokáig. Most már nem érzem magam annak egyébként. Csak mondani... annyit akartam, nem tudtam, hogy nem fejezted be, ne haragudj. Csak annyit akartam hozzátenni, hogy lehet-e, vagy szabad-e, hogy ez kibeszélés-e, hogyha az ember így beszél akár a gyerekeivel kapcsolatban is. Az a helyzet, hogy tőlem ezt szokták meg. Én arra rájöttem, volt ilyen életszakasz, és ebben most mélyen nem megyünk bele. Abszolút nyílt lapokkal kell játszani. Abszolút nyílt lapokkal játszani, és ezért igen, lehet az, hogy a nagyon különböző és nagyon-nagyon mindenki mindenféle sérüléseivel együtt, ez a szélesebb értelemben vett család, mert ugye több feleség volt, meg a gyerek, a két gyerek az nem a feleségeimtől, mindegy, két gyerek nem feleségektől, nem az érdekes, ez egybe tud maradni, meg együtt tud maradni, vagy ha úgy tetszik, szeretetben együtt tud maradni, hogy nyíltak a lapok a belső nyilvánosságban is, meg a külső nyilvánosságban is. Mert most, hogyha az én gyerekeim azt hallanák, mert meg fogják hallgatni, valami egészen mást hallottak volna, akkor azt mondják, hogy ez hallódik. Jó, de egészen más hazudni, meg egészen más olyanokat elmondani a, nem tudom, élő rokonaimról, gyerekeimről, ami nem tudom, hogy egyrészt a mondandóhoz fontosan tartozik-e, másrészt másra tartozik-e. Hát, nem tudom. Én most tanulom a disztingválást néhány éve. Gyakorló vagyok. Figyelj, de nem kell disztingválni. Korábban gáttalanul elmondtál, amit úgy gondoltál? Hát ide vonatkozóan egy erős tanítást megosztok veletek. 9 éves volt az én végtelen finom lányom, ő egy elképesztően finom lélek, textilművésznő, egy igazi kis introvertált, fizikailag lényében törékeny, nagyon finom érző lélek, aki 8-10 óra szövés után megkérdezem, hogy mondom, de hát mit érzel, mire gondolsz 8-10 órán át szősz? Ürességet, tehát egy ilyen tényleg gyönyörű tündelélek, 9 évesen az ekkora szemeivel elém állt, és mint valamilyen megvilágosodás a semmiből rám néz, azt mondja, anya, te nem ismered a diszkréciót. Na, ott megnyílt alattam a föld. Istenem. Azt mondom, a 9 éves gyerekem lát. Hát, Gyöngyike, figyelj oda jobban, hogy... De mire célozhatod? Tudod is konkrét eset nyomán visszafejteni? Annyira a semmiből jött, és annyira nem is volt abba a helyzetbe illő, hogy ettől maradt meg olyan nagyon erősen. Hogy egyszer csak így meglátta, igen, ugyanúgy, mint a nem tudom, 11 éves volt a fiunk, amikor márciusban közölte egy ilyen hétvégi fagyizáson, hogy anya, apa, rájöttem, nincs is télapó, ti becsaptatok, mert minden évben jött egy barátunk télapó ruhába. Tehát ugyanígy egyszer csak így összeállt a kép, és meglátta, és akkor azt válaszoltam a lányomnak, hogy hát igazad van, Hanna, de megígérem, hogy tanulok, és figyelem, hogy kell csinálni. Úgyhogy iparkodom. De mind a mellett meg én szégyentelenné szeretnék válni, tehát semmit nem szégyelni, amit tettem, teszek, gondoltam, gondolok, éreztem, érzek. Tehát el lehet oda jutni? Én azt gondolom, hogy ez a halálra való legkorrektebb és legkoncepciózusabb és legtudatosabb felkészülés, hogy mindent kitisztítani, mindent felhozni. Tehát én 13 éves korom óta írok naplót, azért mutatok ide, mert a földre leraknám ezeket a kis könyvecskéket, akkor körülbelül ilyen magas oszlopot képzelj el. Másfél méter. Egy másfél méternyi napló van a hátam mögött, tehát én mind a mai napig írom. Először titkosnak gondoltam, titkolónak is neveztem, tehát pont a szüleimnek a háborúját én úgy dolgoztam föl, hogy senkinek nem beszéltem a saját, nem tudom, fájdalmaimról, rossz érzéseimről, hanem alig vártam, hogy kiírhassam és írhassam. Tehát, kiadod azt egyszer? Tehát olvashatja majd a nagy közönség? A Jafa kiadó, már jó ideje a kiadóm, könyörök, hogy adjuk ki, csak azt érzem, hogy még korai, tehát, hogy egy olyan 60 éves koromra talán, vagy 60 fölöttre gondolom, hogy igen, Istenem, szeretném. Istenem, mennyi sok közös olvas van benned, meg a nagylányomban, a legnagyobb, hihetetlen napon az egész. Ő is grafomán? A téboly, meg mi? Rokon? Ő is grafomán. Nem csak grafomán. Hát hanem meg spiri. Meg a katarzis, meg DJ volt, zenélt, meg meg kutyafüve, meg... Na majd, ha kimegyünk, mutass róla egy képet, létszi. Kíváncsi vagyok, hogy néz ki. Na, örülök, hogy azért egymásra találtatok. Szerintem több dologba értetek egyet, mint ami elsőre mondjuk nyilvánvalónak tűnt.
Én örülök, hogy ezt láthattam, hallhattam. Én pedig köszönöm a te értő figyelmedet, mert pont ma hallgattam két riportert, és nem nevezem meg, hogy kik. Csapnivalóak voltak, nem hagyták szóhoz jutni szinte, majdnem annyit beszéltek, mint a meghívott vendégük, sőt a vendégüket használták fel arra, hogy a saját magukat megmutassák, és hogy benned mennyi alázat van, és hogy ezzel a elfogadó, értő figyelemmel úgy tudod tartani a teret, hogy csak úgy nyílnak az emberek, te akár egy pszichológusnak is remek lettél volna, vagy lennél, ezt gondolom. Köszönöm én is. Én köszönöm, megtisztelő, köszönöm szépen. Köszönjük.